Az ellenzék egyik orvos szakértője, közgazdász szakértője azt mondta, hogy mit kell itt önkénteskedni? Tessék kötelezővé tenni az oltást, és akkor meg lesz oldva a helyzet. Ez hogy tetszik önnek? Hát a tényszerű állítás igaz, de nem diktatúrában élünk. Tehát ez egy demokrácia. Sőt, ami ennél fontosabb, hogy ez egy szabad világ. A demokrácia az csak egy kormányzati forma, meg választás, ennél többre van szükségünk, szabadságra. És ráadásul a magyarok, ahogy én ismerem saját fajtámat, a magyarok erre nagyon kényesek. A szabadság én házam, az én várom. Mindenkinek van egy jobb ötlete egyébként, mint amit a hatóság vagy a felsőbbség kiszokott gondolni. És általában sokan vannak, akik jobban tudják, mint a kormány, hogy éppen mit kéne csinálni. Ez benne van a mi genetikánkban, ez a magyar vérrel jár együtt. Tehát ilyenek vagyunk, szabadságszeretőek vagyunk. És még ha valamiről azt gondoljuk, hogy jó is, de úgy érezzük, hogy rá akarnak bennünket szorítani, akkor azonnal ellenállunk. Tehát ezért szerintem Magyarországon a kötelező oltás a vírus ügyében, felnőttek esetében nem járható. El tudok képzelni ilyen helyzetet, hiszen gyerekkorban vannak kötelező oltások, amikor azokat be kell adni. De felnőtt embereknek koronavírus ügyben előírni a kötelező oltást, én szerintem ez Magyarországon nem működik. Thank you.